Aztán elmúlt. A Párizsi van, hát nem igaz, ez nem jön össze. Ez sehogy sem jön össze. Közben én érzem, hogy nem nagyon szivatjuk egymást ezekkel a CIA-sokkal. Nem, az úgy most úgy elmarad. Mert közben nagyon gentlemanek vagyunk, ugye, így vegyvédelmi ruhában. Igen. Olyan a ruhánk, hogy nincs olyan szellőző, ott telefingjuk azt, akkor így erre fogunk. Nem? De tényleg, mi van, hogyha egy ilyen szkafanderes ruhába fingok? Akkor telibe hányja az agyad. Eláraszt a melegség. Hát megölt egy fejetlen zombi, hát a pofátlanságom... A trajákod, hogy egy fejetlen hülye gyerek megöli Alexot, szóval... A hülye gyerek az nem egy udvarias szó, használjuk azt a szót, hogy mondjuk neveletlen. Neveletlen antiszociális zombi. Nem antiszoc, tehát az antiszoc politikát folytatják a zombik is, mert folyamatosan közösködni akarnak velem. Igazából közösülni, de ezt nem szép kimondani. Most is így futnak, meg minden, hát elég gusztustalan. Hoppá, felneszed már a csapattársadat? Oké, CIA on the floor. Uraim, sajnálatos módon a gyenge játék képességeimnek hála. Nagyon köszönöm, Luca már is felépett. Az insta-kill, uraim. Mi az, hogy nem vettem fel? Mi a... Nincs Insta, ezt ők vették fel akkor. Oké. A kedves úri emberek. Uraim, egy idióta elmélyű barátunk, csapattársunk lelépett a játékból. Azaz hárman vagyunk. Luca elhagyta a játékot, hát ez csúnya. Ez egy neveletlen magatartás, sajnálatos módon. Talán így kulturáltabb is lesz a közösségünk. Hát figyelj, én... Hiszen már kitárgyaltuk az emberi hátsó feltáj higiéniájának a problémáját, problematikai körét. Problémájának a megoldását. Így van, és a megoldásáról is szó esett, így van ebben a tárgyalásban. Tehát... Aki vissza tudja mondani, az kap egy csokoládét. Mármint kap egy 10 dök a Párizsit, hogy ő is érzékelni tudja a... Igen, kipróbálhassa ezt a fantasztikus... Igen, kipróbálhassa De ezt visszamondani kell... Elmés kreálmányokat. Kedves két TV készülékek előtt, elemen monitor készülékek előtt. Doboz elő... Igen, az, na! Tehát Sir kedves... Alex elfelejtette, hogy okostelefonok készülékeken is képes az ember videókat, YouTube videókat megtekinteni. Akkor kedves folyékony LCD elemben LED kijelzők előtt elő nézőnknek, én nagyon szívesen ajánlanám, hogy nem elég kommentbe leírni a szót és a párbeszédet ahhoz, hogy kapjanak húzzák a Párizsit, ugyanis ezt el kell mondani, ezt szépen artikulálni kell, kifejezni a szavakat, és már megint egy fejetlen zombi, hát ez nem igaz. Vagyis hát kedves úriember. Köszönöm Zsocsó a lelkesedést, ígérem nem nagyon szívesen, máskor is. Ki vagy? Köszönöm szépen. Ó, Alexovics, hát téged is felszedlek, hát miért ne? Hát maga ne tegezzen, már szóltam egyszer. Jó, elnézést uram. Életemben nem voltam Alex, még ennyi ideig udvarias. És mindez valóban a közben, illetve hát zombik írtása közben tesszük, tehát ez tényleg fantasztikus. Két CIA on the floor. On the floor! Nem. Ó, bakker. On the dance floor. Felszólítanám kedves csapattársaimat. Figyelünk, Alex. Kérem, folytassa. Hogy... nem szabad, ismétlem, nem szabad obszén szavakkal kijelenteni olyan dolgokat, amikre nem vagyunk kíváncsiak. Én is téged. Tehát mindenre, csak mondjuk azt nem esélyik el, hogy tegnap mekkora csokoládét fektettek az illemhelyiségükbe. Pedig pont ez lett volna a következő témaköröm. Kérem segítsenek! Parancsoljon, Alex, elnézést, közbeszóltam. Uram, jövök a segítségére. Köszönöm szépen, hősies, hogy ide tartja a kezét, és már fel is élettem. A hősiességről szólva nézhetne a hátam mögé is. Mert mondjuk...
A hátam mögött is van világ. Wow. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre a fantasztikusan gyönyörű dologra. Nem is tudtam, hogy mikor elfordulok, akkor egy világ szűnik meg mögöttem. Uram, úgy gondoltuk, hogy tart minket annyira egyenlő intellektuális szinten, hogy nem hiszi azt, hogy mi nem vagyunk tisztában a hátunk mögött lévő hátunk mögött elterülő világ képével. Tehát ezzel nem most már akart engem bántani? Ó, itt valami nagyon csúnya fog történni. Uraim, intézzék el. Intézzük el, mint két darab férfi. Igen, menjünk el shoppingolni. Én fedezem önöket. Köszönöm szépen, hogy emel remek pillanatban is számíthatunk önre. Köszönöm szépen, hogy felszedett, majd egy tea délutánnal megünnepeljük. De a sütit az legyen süti benne. Lesz süti is benne. Akkor megyek. Akkor kérem, küldjön oda egy invitálást a kaliforniai lakásomra. Rendben, majd akkor Tisza Lucra, igaz? Nem, a Martin telepre. Martin telepre. Ja, ez nem ilyen alpári rögést akart lenni, hanem ilyen... Ilyen udvarias. Ilyen úri nevetés. Szerintem lassan ideje lenne venni egy csakörnagot. Ez nem egy rossz ötlet, de én már megvettem. Szóval Maga nem számít. Én elnézést kívánom, hogy beleszólok az ön vásárlási... Szokásaiba, igen. Köszönöm szépen, uram, hogy kisegített a... Kérem, rám bármikor számított ilyen téren. Köszönöm szépen, uram, hogy felszedett, amikor senki nem számított. Uraim, elnézést kérek, csak sok zombi molesztál. Kérem, jöjjönek segíteni. Már meg is érkeztünk. Kérem, bármikor szóljon, hogy amikor efféle problémája merülne fel. Probléma merülne fel. Hát már felmerül, de elhárul. Így van. Alex, kérem, még egy... Sir Alex, ha még egy bombát vesz fel, finoman meg fogom mártani a kést önbe. Köszönöm szépen az udvarias megfogalmazást, de jobban szeretnék egy análisan alkalmazott elektroorológus kezet. Akkor szívás buktatni a szerepet. Nem kérdeztem. Sajnálom, de ez most udvariatlan volt. Ki kell, hogy tiltsam a teadén utánunkról. Maga nem fogyaszthat teát velünk, amíg mi udvariasan beszélünk egymásról, mindenféle hülyeségeket, aki pont nincsen ott, azt kifikázzuk. Uraim, szedjenek már össze egy max ambót, mert... No! Az a baj... No, uraim! No! Az a baj, hogy miközben... Emberek! Szakripli, uraim, on the floor... Felmerült egy olyan problémám, hogy a földön vagyok, és nem tudok X nyomás közben forogni. Maximum, hogyha a bal nagy ujjammal a bal sticket rángatom. Uram, ne rángassa, jó? Inkább jöjjön és segítsen. Már is megyek. Már itt is vagyok, Zsotyó. Feküdj le. Uram, feküdjön le, hátra mögött zombók. Látom, sajnálatos módon ez igazán kellemetlen érzést kelt a hátsó feltájamban. Uram, Nador földön van. Én nem engedem. Hát de, nem mindegy. Uraim, muníciós problémákkal küzdök sajnálatos módon. Igyekszek, amilyen gyorsan csak lehet feljutni. Alex, azt hiszem, ha már itt fekszünk, szerintem tartsunk egy pizsamapartit. Már abban is vagyunk. A pizsamapartit nem szoktak úri emberek tartani. Mi úgy hívjuk a pizsamapartit, hogy kellemesen megbeszélés pizsamában tartott előadás közben. Há? Sajnálatos módon ez esélytelen volt. Ne haragudjanak rá, kérem. Smögy is, Sir Smögy csatlakozott a partihoz, szóval Alex, fordulj felénk, kérlek szépen, és tartsunk egy... mindegy, meghaltam. Sajnálatosan Mr. Zsolt eltűnt a képből. Alex, Sir Alex, meg kell jegyeznem valóban magának, igazán szép szemei vannak. Igen, még ezen a... is. Nagyon tetszik a nyaklánca. Ó, igen. Az is valószínűleg gyönyörű, hiszen én még sosem láttam, de attól még viselem.
az anyjától kapta? Elnézést, ismételje meg ezt a kérdést. Az édes, az édes anyjától kapta ezt a szép nyakláncot? Igen, valószínűleg, hiszen úgy döntöttem, hogy az egyetlen családi kötődésemet, ami már megmaradt sajnos ebben a kaotikus világban, azt fogom, azt a tárgyat fogom felvenni erre a hatalmas ütközetre itt. Uraim, ennek semmi értelme nem kell közölnöm önökkel, azt hiszem elvesztettük e meccset. Szóval megnyerték egy gentlemanek? Igen.